Szervusz, kedves testvérem! Ne vedd dolakodásnak, kérlek, és ne írd fel nekem, de úgy érzem, hogy valamit meg kell osztanom. Veled most a kommentbe is írtam róla, hogy megnéztem ezt a legújabb videódat, meghallgattam. Úgy érzem, hogy meg kell osztanom valakivel, mert ma történt meg, és még a feleségemnek sem mondtam el, aki most délután dolgozik, nem soká jön haza. A következő dolgot, hogyha van egy kevés időd, majd egyszer meghallgatod. Így mondatokba elmondom neked. Emlékszel ugye, hogy én egy ilyen hegesztő őknél dolgozok, egy bányagépeket gyártó cégnél, és ott vagyunk vagy 8-an, egy ilyen kis részlegen, és nem tudom, hogy pénteken vagy hétfőn kaptuk az értesítést, hogy el kell menjünk a tüdőnket megvizsgáltatni. Hát, hogy ugye por meg gázba dolgozunk, és már 2 éve is voltunk, akkor is elmentem, nem is gondoltam, hogy akkor nem menjek, hogy valami, csak egyszerűen elmentem, és hogy ki kell töltsünk valami papírt, hogy hányszor törjük meg az orrunkat, meg hogy befele szívjuk a levegőt, vagy a fülünkön lélegzünk, meg ilyen hülyeségek mindenféle, hogy flegma, meg olyan kérdések vannak rajta, és ugye beleolvastam, és akkor látom, hogy ez egy játéka az ördögnek, és én nem mehetek bele. És úgy egyre jobban érzem, hogy ebbe én nem mehetek bele, mert ez egy bolondság, és ugyanakkor én már ezt megtapasztaltam úgy a két térdemmel, ami 2 évig fájt, elmeséltem neked. És ugyanúgy kell megbízzak abba, aki meggyógyította a térdeimet is, és nekem nincs dolgom a felcserekkel, meg a nem tudom mikkel, akik kíváncsiak az én alkatrészeimet, amit a jó atyám állított össze. És minden szabályszerűen működik. És ugye ezen töprengek egy-két-három napig, és itt minden számba vetek, hogy hát ha kidobnak, úgy sincs semmi hasznom abba a székbe, hogy minek tartanak ottan. És még jobban is járok, ha kidobnak, meg. És ma jön a főnök nőm, a szerda, és mondja, hogy ja, nem is kell a bejelentkezni ott a lent a recepció, nem tudom, hogy mondják más nyelvet, hanem egyenesen megyünk fel a, nem tudom, sárga szobába, és akkor ottan mindenkit hívnak be, és bele kell fújni egy gépbe, és így meg úgy. És én ezt hallgatom, és akkor kiragasz ottan a hűtőszekrényre egy mágnessel a lapot, hogy ekkor és akkor 9 órakor holnap. És én kijöttem abból a helységből, és gondoltam, hogy amikor ő is kijön, akkor megvárom ott, többiek nem lesznek ott, és megmondom neki, hogy én nem fogok menni. És úgy is történt, jön, és mondom, nem haragszol, meg lenne valami, amit meg akarok osztani vele. Mondja, hát hogy mondom, én holnap eldöntöttem, hogy nem fogok menni. Hogy? Hát ilyet nem lehet tenni, hogy hát miért nem, hát csak egy fél óráról van szó, meg így, meg úgy ő kezdett nekem mondani, és hogy ez a cégnek ez a policy, ez a kötelessége, hogy azért sokat fizetnek, meg minden. Mondom, nézd, elmondtam neked a térdeimet, láttad, hogy itt sántik hátam, meg minden, és meggyógyított a teremtő. És mondom neki, én nem megyek el. És ő pedig mondja, hogy hát István, hát ilyet nem lehet tenni, mondom, ha kirúgsz, akkor is megéri, mondom neki, de én ezt már elhatároztam. Hát, hogy hónapig még hónapig megálmodhatom, még én ezt már megálmodtam, mondom neki. Krisztina, amit mondtam neked eddig, a Szentírásról, az is az egyetlen igazságról, minden semmibe vész, hogyha én most elmegyek, és végigcsinálom ezt a semmi haszna, a részemről semmi haszna. Én nem és mondtam azt is neki, igen, hogy én nem tartozhatok a világhoz. Én nekem más orvosom van, az én orvosom az én teremtőm.
és én ahhoz tartozok. Na jó, és akkor látja rajtam, és mondom neki, de te, ne, te azt csinálsz, amit neked tenni kell, a te kötelességed, én mindent vállalok, mondom, mindent vállalok, semmi gond se lesz. Azt mondja egyszer nekem, István, azt fogom csinálni, hogy István nem kell menjen erre a próbára. Mondom, Krisztina, én nem tudom, hogy lesz megoldva ez, én csak annyit tudok, hogy én nem megyek. De mondom, ha valamit is csinálsz, olyasmit csinálj, hogy neked ne legyen gondod belőle. És akkor annyit mondtam meg neki, hogy megérintettem a vállát, hogy de van akkor már el voltam érzékenyülve. A könyv kicsordult a szememből, mert tudtam, hogy valakinek egy óriás kéz nyúlt bele a dologba, és akkor mondtam neki, hogy te egy nagyszerű asszony vagy, mert tényleg egy olyan csodálatos, és mikor látja az ember, hogy ahogyan írtam a kommentbe is, hogy a vizet a lábad alá helyezi a teremtő. Az embereket oda teszi, a lábad alá helyezi. Most nem azért, mert én, hogy ez egy nagy, nem, én az utolsó ember vagyok abban a gyárban, és már az is maradok, és bár már ne is maradnék otthon tovább, csak ez is az én gyengeségem. De, és akkor, mikor ez megtörtént, ő elment, és én akkora örömet éreztem, érted? Én a mennyekbe jártam azokban a pillanatokban, és éreztem, hogy egy akkora teher, ja igen, ez még fontos lett volna, hogy mikor így gondolkoztam ezen, úgy bebeugrott néha, hogy hát holnap után kéne menni, és akkor mindig ott volt valami, hogy ne félj, valahogy megoldódik, valaki mindig sutta nekem, hogy meg fog oldódni, de valahogy mostan azt kell tanuljam tényleg ebbe az életbe, hogy igenis, ki kell állni arra a tengerre, és meg fog oldódni a vízenjárás, ahogyan te beszéltél róla. És megoldódott. Holnap 9-kor mennek a kollégáim, én pedig elbúvok ott a gyárba valahol, és mint aki volt velük, de mégse volt, és meg van oldódva minden. Ilyen egyszerű. Valaki belenyúlt a dolgokba. De határozottnak kell lenni. Az biztos, hogy mindenben határozottnak kell lenni. Hát itt is, mi nálunk is megy ez az őrjöngés. Én nem is tudom, hogy ha a feleségem nem jön haza, aki olyan munkáján dolgozik, ahol tévé van, öregmamákat ápol, és onnan hoz valami híreket mindig, én különben én teljesen el vagyok zárva, engem nem érdekelnek csak a teremtőm dolgai. Néha megnézem a te dolgaidat, meg még egy pár, aki ottan a mi köreinkben vannak, mármint úgy mondom, a mi köreinkben, mert én is oda tartozok közétek, legalábbis én betolakodtam oda. Legalábbis a szívem és a szellemem az ott van, a lelkem. Az igazság. És hát ezt akartam neked elmondani. Ez akkora öröm nekem, és egy akkora győzelem. Kár, hogy még mindig én vagyok, csak én. Ez olyan szomorú. Mert én azt szeretném, hogy mindenki győzne már. Úgy, ahogy szoktam a kommentekre, nagyon sokat harcolok emberekkel, és kimásoltam a Bibliából több helyeket, és katolikus, nagy katolikusoknak azt szoktam megosztani, és mondom, csak a Biblia szövegjeit, a bibliai igazságokat, a bibliai valóságokat, azok az én fegyvereim, semmi más. Áldjon meg a teremtőn, és nagyon szépen köszönöm türelmedet. Én nem tudok közé tenni semmit se. Én csak neked mondtam el, és mindjárt elmondom a feleségemnek, alig várom. Még telefonon se közöltem vele azért, hogy nehogy a főnöknőm, úgy, mert mindent lehallgatnak a szemetek talán.
Hogy nehogy a főnöknél, mert ezt is lehallgassák, aztán akkor mi van. Bajba kerüljön, vagy valahogy, hogy ő. De mindegy. Köszönöm türelmedet, és vedessen az a gyönyörű kéz tégedet is. Amen. Ugye Attilám nem értett félre az egészbe, az volt a gyönyörű, ahogyan ő tanít minket, hogy tarts ki, veled vagyok, fogom a kezedet. Te csak tedd az érzése szerint, és minden jól fog elsülni. Nem nagy dolog ez az egész, ami történt. A nagy az egészben az, hogy ő benne volt. Nem én, hanem ő. Ő a legnagyobbaknak a legnagyobbika. Ez a szép az egészben. Ez a gyönyörű. Ingen felejts el, jó? Mert csak ő. Mert ő nélküle. Én már rég nem vagyok. Majd egyszer azt is elmondom. 11 évesen az utolsó buborék is elhagyta az orromat. Egy folyóba. A neve Berettyó. Nem tudom, hogy elmondtam már, vagy nem. Szóval, hogyha elmondtam, nem mondom kétszer, mert sok embernek elmondtam. Köszönöm türelmedet. Most nem leszek olyan hosszú, mint az elég. Nyugodtan megoszthatod mással is, amikor mondasz valahol valamit. Én is osztogatom azt a kenyeret, amit a jó, hogyha a te szádon keresztül. Oszd meg én velem. Köszönöm türelmedet még egyszer. És egy nagyon szép éjszakát kívánok neked. Nem is egyet, nagyon sokat még. Szervusz.